A május 20-ai határidő közeletével egyre nő a forgalom a NAV központi ügyfélszolgálatain. Ezért május 6-ától hétköznaponként 8 óra 30 perctől 18 óráig, 20-án hétfőn pedig este 8 óráig várják az ügyfeleket ezekben az irodákban. A rendes munkaidőn túl azonban csak eszi a bevallási ügyintézésre, csekkek nyomtatására, bankkártyás fizetésre és ügyfélkapu ügyintézésre van lehetőség. A tapasztalatok azt mutatják, hogy sajnos az utolsó napokban, tehát ez azt jelenti, hogy a 20-át megelőző héten jelentkeznek rengetegen, és nem is az a probléma, hogy a bevallásukat próbálják meg beadni, hanem ebben az időszakban próbálják meg kitölteni, illetve érvényesíteni azokat a kedvezményeket, beírni, amelyeket eddig nem tettek meg, úgyhogy ilyenkor a várakozási idő nagyon meg szokott nőni. Ez azt jelenti, hogy akár 30 percnél is többet kell várni az ügyfélnek, mire sorra kerül. A NAV Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei adó- és vámigazgatóságának központi ügyfélszolgálata Nyíregyházán a Szabadság tér 7-8 szám alatt várja az ügyfeleket. A 42-es körzet 503-200-as telefonszámon vagy a 18-19-es NAV infóvonalon további tájékoztatást és válaszokat kaphatnak az ügyfelek a személyi jövedelemadózással kapcsolatos kérdésekre.